A só nem csak főzésre alkalmas, hanem bizony rendkívül jó gyógyfürdő is készülhet belőle, sőt a légúti panaszok enyhítésére is remek megoldást jelenthet. Tisztaság, fehérség, friss levegő. Egy jégbirodalomhoz hasonlító, ám cseppet sem hideg helyen Budapest legújabb mesterséges sóbarlangjában járunk. A gyógyulni, vagy csak egyszerűen játszani vágyó gyerekek azonnal a magukévá tehetik ezt a különös birodalmat. Szüleik nem csak a kikapcsolódás, hanem a gyógyulás reményében is hozták őket ide. Van a családban aszma jellegű megbetegedés, úgyhogy ezért jöttünk kipróbálni. Krupra hajlamos és a bronchitisszel rendszeresen orvoshoz kerülünk. Az asztmások száma évről évre nő, de egyre gyakoribb a bronchitiszes, azaz hörghurutos vagy légszőszervi megbetegedések is. Az ezzel küzdő emberek számára nyújthat segítséget a sóterápia. Titka az apró szemcsék élettani hatásában rejlik. Úgy kell elképzelni, hogy egy és öt mikron közötti só szemcse, ha hívhatjuk így, folyamatosan kering egy órán keresztül a levegőbe. Ezeket a mikronnagyságú sószemcséket az emberi szervezet, illetve a tüdő képes belegzés útján befogadni, és ezáltal ugye a hörgőcskék felé állítanak ezek a nagyon kicsi sószemcsék, és ott ugye a szárító, illetve fertőtlenítő hatásokat kifejtik, és ezáltal tudja gyógyulni a szervezet. Ahhoz, hogy ezek az apró sószemcsék folyamatosan keringjenek a levegőben, egy különleges szerkezetre is szükség van. Két sógenerátor biztosítja azt, hogy teljesen homogén légtér legyen, a gyerekek jól érezzék benne magukat, és játék közben, vagy akár miközben elolvas nekik egy mesét az édesanyjuk, beszívva ezt a levegőt, az kifejtse a jótékony hatását. Ez a hatás pedig egyedülálló tulajdonsága ennek az egyszerű, hétköznapi dolognak, vagyis a sónak. A só egy természetes antihisztamin, ennél fogva nagyon intenzív baktériumölő hatása van, legalább annyira hatékony, mint a legtöbb antibiotikum, de nincsenek mellékhatásai. A közel 60 négyzetméternyi helyiséget több tonnányi salzburgi sóbányából származó tisztított só borítja. Csak a padló, ahol lépkedünk, ott most jelenleg egy 8-10 cm vastag sóréteg található, illetőleg a falakon körben szintén 5-7 cm-es sóréteg van fölvéve. A szobában való játék emesét is kikapcsolja. A kislány szerencsére nem beteg. Anyukája szerint azonban a sótartalomban gazdag levegő megelőzésképpen is hasznos lehet. Főleg ebben a téli, tényleg nyálkás vizes időszakban biztos, hogy szerintem sokat segít az immunrendszerén, sokat fog erősíteni. És jó, legalább olyan jó, mint egy játszóház, mert önfeledte játszik és jól érzi magát, és egy egészséges környezetben teszi ezt. Úgyhogy nekem nagyon tetszik. A színes, nyugtató világítás és a só együttesen hozza meg a várt hatást. A kicsik önfeledten játszhatnak, a nagyok relaxálhatnak, az egészségesek pihenhetnek, a betegek pedig gyógyulhatnak, mindezt természetesen mellékhatások nélkül.